Sziasztok, kellemes csütörtök estét mindenkinek. Szia X-Mix és a táncoló voltjai. Mizus X-Mix, megjavult a Twitch, mit szólsz hozzá? Tegnap nem javult meg, éjjel egykor... Egyre jobb. Éjjel egykor még írkálták, hogy... Ja, éjjel egykor írták, hogy megjavult, aztán a Twitteres kommentek alapján nem javult meg, éjjel egykor sem. De úgy látszik, most már jó. Szóval most már jó. Tegnap ugye, tegnapra terveztük a skines streamet, a skin bemutatós streamet, meg a híres streamet, bár hír még továbbra sincs, de mivel a Twitch-nél volt valami szerver gond, vagy hát valami amazonos szerver gond volt, ezért nem tudtunk streamet indítani, többen sem, nagyon sokan, köztük én sem, és hát figyeltem egy jó ideig, jó pár órán keresztül, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak, írkálták, hogy dolgozunk rajta, aztán mondtam, hogy jó, akkor ma lesz skinezés, mert hogy, ja. De mára megcsinálták, úgyhogy úgy látszik most jó. Legalábbis, mivel elindult a közvetítés, jó.
aztán a több is meglátjuk. Na, ugye, mi van most szeptember? Szeptemberben már rosszul csináltam, ugye, Samuka. Tehát a szeptemberi skineket fogjuk megnézni, amik igazából már, hát hányadika óta vannak, nem? Majd mindjárt kiderül. Hát ez egy, megint egy ilyen koncepciócsomagnak tűnik nekem, főleg ilyen orkos, óriásos témában. És ugye megnézzük, hogy milyen. Címe az, hogy The Order of the Giant Slayers, vagyis az óriás ölők rendje, ami már egyébként, ha valakinek eszébe jut róla, a múltkor volt a törpés rend, kik voltak, már nem is tudom. Na várjál, ezt most meg kell nézni. Hoppá! Ezt most meg kell néznem, mert érdekel, hogy mi volt a törpéknél a rendszer neve. Ja nem! A törpe bányászok testvérisége, igen, az volt. A törpéknek volt a kis közösségük. Szóval, törpe bányászok testvérisége után megkaptuk az óriás ölök rendjét is, ami ezúttal egy orkos téma. Nem fogom megvenni, mert nem. Nem vagyok ork. Igazából ugye ezek szerepelnek a csomagban, amit láthatjátok is. Hát teljesen illik erre az óriásos, orkos, nagy melák harcos témára. Nézzük mindjárt sorban. A koncepció szerint Vera ugyanolyan halálos és vad, mint amilyen csodálatos. A legtöbben rabnak és prédának is érzik magukat ezen a vidéken, mert folyamatosan harcolnak különféle támadókkal, meg veszélyes vadakkal, vadállatokkal, ahogy megpróbálják visszaállítani az elődeik kultúráját, meg azt mondja, jó rondák. Na mindjárt megnézzük, aztán megnézzük, hogy tényleg rondák-e, vagy csak X-Mix megint finnyáskodik. Ugyanakkor vannak olyanok, akik nem igazán érdekeltek abban, vagy nem igazán érdekli őket az ilyen elveszett civilizációk visszaszerzése, vagy visszafoglalása, vagy új civilizációk építése. Van, aki csak így mászkál Verrán, és azzal szórakozik, meg foglalkozik, hogy mindenféle halálos kreatúrára vadásszon, amit csak meglát. Legtöbben ezeket az embereket, vagyis hát ezeket az illetőket teljesen őrültnek tartják. Ugye, ilyen vagy te is, mindig csak áború. Akik elég őrültek ahhoz, hogy becserkészik a legnagyobb és legveszedelmesebb vadállatokat is, amiket Vera kínálni tud. És ugyebár ezek a rettenthetetlen vadászok egy rendbe tömörülnek, amit úgy hívnak, hogy az óriás ölök rendje. Őrültek, így van. Őket nem érdekli az építkezés, meg a stb. Ők csak vadászni akarnak, lehetőleg minél nagyobbra, meg minél veszélyesebbre. Nyilván ezért vannak köztük főleg orkok. Például legalábbis a stílus alapján főleg orkok vannak. De aztán igazából nem zárunk ki senkit, tehát ez nem ilyen orkrend vagy valami, hanem mondjuk ez a ruha például orkon mutat jó szerintem. Vagy aztán ki tudja. No, szóval szeptember 7-én jött ez a csomag, és egészen október 12-ig lesz, tehát akkor fog váltani, és majd október 10-én vagy 11-én fogjuk meglátni, hogy mi lesz a következő, tehát addig tudtok várni esetleg, és akkor még másnap még mindig megvehetitek ezt, hogyha ez jobban tetszik. Ez embernek néz ki a képen, igen, de majd mindjárt megyünk oda, aztán meglátjuk.
Tehát meg lehet azt csinálni megint, hogy megvárjátok az új csomagot, és akkor meglátjátok, hogyha most gondolkoztok esetleg csomagvételen, megvárjátok, melyik tetszik jobban, ez vagy a következő, és akkor azt választjátok. Vagy megveszitek ezt, és akkor a következőből meg a megfelelő szintű skineket csak, hogyha az is tetszik. No, az accessory skinnél ezúttal egy ilyen, hát minek lehet ezt igazából nevezni, talán ilyen csákja? Úgy hívják, nem? Magyarul. Akkor egy ilyen kézi csákja. Ahogy a legtöbb tapasztalt vadász tudja, aki ilyen hatalmas ragadozókra vadászik, a természet sokszor a leggyengébb pontjukat a hátukon rejti el. Ezért a vadászoknak meg kell találnunk a módszert arra, hogy gyorsan átüssék a különböző testpáncélokat, meg pikkelyeket, meg stb. Szigony, igen, igazad van, szigony, igaz, a csáki az más. Ja, igazad van, köszi, szigony, arra gondoltam. Valóban, szigony, ez egy kézi szigony gyakorlatilag. Mondjuk biztos, hogy nem ilyen picike kis mini szigony, hanem ilyen szép nagy. De igazából ez nem is szigony, hanem ez egy ilyen mászó cucc, hogy tekerik a dolgot. Tehát volt egy ilyen legendás fényműves, akit úgy hívtak, hogy Lockhart Degrudin. Úristen, milyen név. Bálnavadás szigony. Igen, egyébként arra hasonlít szerintem is. Szóval ez a Lockhart Degrudin nevű legendás fényműves kitalált egy ilyen mászó eszközt, amit a grappunnak nevezett el. És ezzel így hatékonyan lehetett felmászni az ilyen óriás állatkák meg akármik hátára, hogy elintézzék, amit el akartak intézni. Részben szigony, meg részben ilyen mászó kötél horoggal, tudod. Hát ez ilyen vegyes tudsz. A vadász a hátára tudja vetni, amíg nincs rá szükség, és amikor egy megfelelő célpont feltűnik, akkor kilövik ebből a fémcsőből, és mágikusan oda, itt ha mindjárt eszünk, mágikusan oda megy, ahol a leggyengébb pontja van, vagy legsebezhetőbb pontja van a célpont, hát mondjuk szőrének, vagy akármi, vagy bőrének, vagy akármilyének. És ott becsatlakozik, és akkor a vadász pedig fel tud mászni az állatkára. Tehát ez egy ilyen szigony mászó rog keverék. Ja. Oda nézott, mennyi ilyen áthúzott 10 év van. Ezek a trófeái, gondolom. 1-2-3-4, 1-2-3-4, 12, hát ez a talán 2, 14, 18, 22, ó, elég sok. Ja, még itt végig is megy. Úristen, ezen nagyon sok van. És akkor itt látszik, gondolom, ebből a pirosból, hogy ez mágikusan megy a helyére. Szóval, ja, ilyen vadász ninja. No, ez erre szolgál. Tehát ez egy ilyen érdekes. Ez biztos, hogy tök jó fog kinézni, csak ezt nem tudom, hogy milyen fegyverre lehet ráhúzni. Na várjunk csak, mert hogyha lesz ilyen fegyver, az érdekes lesz. Szóval ezt milyen fegyverre lehet majd ráhúzni, merül fel bennem a kérdés. Vagy pedig ez csak egy ilyen látványelem lesz, az is lehet. Mert ugye accessory. Az accessorik meg ilyen, ugye, öv, meg kalap, meg ilyenek. Na majd meglátjuk, de érdekes minden esetre. Most ez így most itt eszembe, hogy ez vajon mire lehet ráhúzva. No, a pet skineknél ezúttal, hát ez egy ilyen fém sólyom. Gyakorlatilag, vagy gép sólyom, vagy akárhogy is nevezem. Ami, volt már egyszer egy ilyen dupla szárnyú sólyom, ami nekem meg is van. De ez majdnem ugyanaz, csak most fémből van. Illetve hát gép. Azt mondod, ez szerintem nem ronda. Nem ronda ez. És szerintem baromi jól fog kinézni a modellje. Szóval ez a leírás szerint, hogyha egy vadász közelharcba kerül egy hatalmas lénnyel, akkor ugye abban reménykedik, hogy el tudja terelni a célpont figyelmét, na, meg a szétlapossa. És
erre a feladatra különböző ragadozó madarakat lehet használni, akik ugye elég magasra fel tudnak szállni, hogy a legnagyobb ilyen hatalmas lény is meglássa őket. Egy óriás ülőnek pedig nincsen drágább, illetve értékesebb dolog, mint egy mágikus fémsólyom, amit különböző ősi technikákkal, meg tudományokkal készítenek és keltenek életre. Nagyjából akkora, mint egy nagy kutya, 4 szárnya van, és nem csak ilyen felderítése jó. Tehát nem csak ilyen felderítése jó, hogy messziről észreveszik a zsákmányt, hanem gyakorlatilag egy ilyen csillogó, ilyen csalinak is használható. Sok óriás lény rohant már a csillogó szárnyuk meg mágikus nyomuk után, csak azért, hogy a végén a fejük egy ilyen trófea tárolóba kerüljön, vagy tárolóra. Hát igen, mondjuk ezt repked előtte csillog, meg minden, aztán fut utána kis budjant. Aztán annyi neki. Ez volt a Petskin. A Moundskin az egy Dusk Thunder Rhino, tehát egy ilyen orszarvú, nagyon durva tüskés páncéllal, piros szemekkel, vagy vörös szemekkel. Mindegyiknek vörös a szeme. Ennek is. Ennek is. Szóval ezt én el tudom képzelni egy Ork Mountnak, tuti. Egyébként igen, például. Tehát még a szarvaim, meg az agyaraim, meg minden, hogy hívják ezt, tülkén is van ilyen tüskés fém, izé. Mindenne be van tüskézve. Tehát ehhez még közel kerülni se túl egyszerű, de mondjuk hát nyilván, ha ilyen óriás dolgokkal verekednek, akkor a Mountnak is kell valami védelem. Na most ez például, hát vagy egy ilyen nagyon masszív törpének tudom elképzelni Mountnak, vagy egy ilyen jó kis dagba szakadt embernek, vagy hát tényleg egy orknak, már mint Renkai orknak, nem veknek, mert a vekek azok ilyen kis csenevészek. De egy ilyen jó izmos izé, mondjuk nem a szamuráj vonalas Renkainak, hanem valami ilyen óriás ülős vonalas Renkainak, ugye már szamurájnak nem illene. Azért ez, de egy ilyen barbár típusú orknak simán Renkai. Renkai barbár ork, és akkor ez egy ilyen ül, aztán szerintem mindenki futam erre lát, aki szembe jön vele. PvP-ben képzeld el. Úristen. Szóval ezek a nem dinók, hanem na, orszarvú. Mondom magyarul, orszarvú, jó? Tehát az óriás lők rendjében a legvágyottabb mountok, vagy hátasok, ezek azok erősek és nem félnek, hogy hát rettenthetetlenek. Rendet csinál, az biztos. Most egy századnyi ilyen, uff orkkal, az mondjuk szerintem így letarol mindent. Ezt a leírást a legjobban, most semmi sem fedi ezt a leírást jobban, mint a Dusk Thunder Rhino. Dusk Thunder az azt jelenti nagyjából, hogy alkonyati mennydörgés Rhino. Na most az kb. El tudom képzelni, hogy futnak kb. Olyan hangon. Szóval biztos, hogy hangosak, ahogy fut. Ez a masszív hátas, olyan, hát a hátas bőre olyan sötét, mint az éjfél. Mondjuk az látszik is tényleg fekete szegényem, és nem szegényem, mert az jó rejtőszín. És ragyogó, ilyen irizáló, vörösen világító szeme van. Ja, hát eléggé, mondjuk páncél nélkül is impresszíven néz ki szerintem, de páncélban még inkább. A leggyakrabban már jóval korábban meghalani azt, hogy jön, mielőtt meglátnál. Igen. Ugye a testfelépítése olyan, hogy alacsony a súlypontja, gyakorlatilag nem lehet feldönteni, és hogyha felraknak rá egy ilyen óriásölő rendes hátas páncélt, ami itt rajta van, akkor gyakorlatilag egy élő, lélegző hadigépezetté válik. Kaputörő, azaz például, az is simán kinézem belőle. Hát ez egy veszélyes cuccia, az biztos. Egy nagy csapatnyi ilyen, azért már az úgy így, bár nem tudom mennyire lesznek meg majd, biztos, hogy lesznek valami mount fizikák, tehát lesz haszna, vagy lesz valami jelentés annak is, hogy milyen mounton ülsz elvileg, de hát
Nem tudom, hogy milyen mértékben, de egy ilyen az biztos, hogy durva. Ha ilyen barbár orkos karaktert csinálnék, akkor tuti megvenném neki, de hát nem az fogom. Nagy valószínűség az nem lesz. A páncél, mármint nekem, a páncél skinekhez az óriási lök rendjének a páncélja tartozik nyilván. Hát ezt mondjuk erre nem mondanám azt, hogy nekem ez annyira tetszik, de nyilván egy óriási lőnek ez tökéletes. Plusz illik a mounthoz. Nyilván. Tüskék, tele van tüskékkel, meg bőr, szíjakkal, meg anyám tudja, tehát nyilván arra szolgál, hogy megvédje a tulajdonosát. Hát sisak nélkül már annyira nem biztos, hogy hatásos. De nyilván el lehet rejteni a sisakot, így értem, mire gondolsz, de egyébként, ja. Tehát ez egy nagyon, nagyon magas, hogy mondjuk ezt, magas védelmi értékkel rendelkező páncél, az biztos. Már úgy ránézésre is. A leírás szerint, hogy ahhoz, hogy a verrai óriásokkal küzdjön, egy óriás ülőnek olyan páncél kell hordania, ami nem hátráltatja a mozgásokat, vagy a mozgását. Gyorsnak kell lenniük, gyors mozgásoknak kell lenniük, hogy villámsebesen le tudjanak csapni, és elég hajlékonynak ahhoz, hogy megmásszák, ugye, hogy magasra jussanak, tehát hogy megmásszák az állatkákat. Ezért nekik az óriássülő rendnek a úgymond hivatalos páncélja a legnagyobb védelmet nyújtja, ami lehetséges, vagy ami elérhető. Ahogy mondtam én is az előbb, vastag bőrszíjakból áll, amiket ilyen halálos vas tüskék fednek, és nem csak a és egyrészt visszaveri az ilyen hatalmas csapásokból származó ugye, sebzést, vagy támadó erőt. Ráadásul ezek a tüskék ugye vissza is sebeznek, szóval megakadályozza azt, hogy így egyszerűen így fogja, megragadja, aztán így összenyomja a gazdáját a páncélnak, szóval ezt is megakadályozza. Ráadásul van benne beépített mászóeszköz, vagy mászókötél, ott lóg az övén. De legalábbis a férfi verziónak a női nem látom, de ott is van elvileg. Tehát ilyen beépített mászóeszközök vannak rajta, hogy ugye segítse az óriás lények hátára való felmászást, amit már az elején megbeszéltünk a szigonymászó kötélni. Na, hát ez egy ilyen célszerszám, vagy célpáncél, mondjuk azt. Ez erre a célra szolgál. De mondjuk biztos, hogyha mondjuk valakin ez van, és el tudom képzelni, hogy esetleg közelharcban közelmész hozzá a karaktereddel, akkor megszurkálnak ezek a tüskék, és akkor sebződsz. Van egy ilyen aurája esetleg, valami kisebb, amikor sebződsz, ha közel állsz hozzá. Például szerintem ez simán benne van, pakliban. Hogy lesz ilyen, azt ahogy meglátjuk. Ez volt ugye a kosztüm. A caravan skin. Nyilván mi más húzhatná? Egy juggernaut kocsi. Tehát a mérete is sem kicsik. Mi más húzhatná, mint egy olyan orszarvú. És hát most nézzetek rá, szóval na. Ugye a múltkori hivatalos streamben, ja persze csak skin, de nem tudom, hogy a páncélnak lesz-e hatása majd. Egyébként csak skin. Ezek mind csak skinek, tehát ezek nem adnak semmit. Úgy konkrétan. De simán nem tudok képzelni mondjuk olyan páncélbuffot, ami közel harcban sebez. Például. Na szóval. Tehát amikor a múltkori hivatalos streamre emlékeztek, amikor mutatták a Kyklopsot, hát ez egy hatalmas, igen. Tehát ez nem olyan kis mini kocsi, mint a... Hát ez egy bazi nagy. Ebben sok áru fér. És hát ez valami, nem tudom, micsodának a koponyája, amit így ráaggattak, de hát masszívan néz ki.
ezen is tüskék vannak, meg minden. Beállítottak elé egy ilyen orszarvút, aztán menjünk. A leírás szerint, ugye miután elkaptad az első küklopszodat, ugye az volt az óriás lény, hát nem mamut ez, hanem orszarvú te. Ez nem, nem mamut. Ja, mamut koponya. Hát, lehet. Elképzelhető. Ilyen dupla agyaras mamut, mert van itt egy ilyen kis rövid agyara, van ilyen nagy. Meg itt még oldalt is vannak valamik rajta. Ugye ez ilyen sok szarvas valami. Olyan, mint a Lord a Gyűrűk Ura filmben az olifánt. Kb. Szóval elkaptad az első klopszodat, és most az a kérdés merül fel, hogy hogyan viszed el ezt a hatalmas trófeát, a legközelebbi. Hogy hívják ezeket a trófeakészítőt? Hogy hívják ezt magyarul? A taxidermisztet? Kikészíti az ilyen állatizéket? Ezt hogy hívják magyarul, te jó ég? Hát igen, az, de nem az a neve magyarul, nem? Vagy az? Lehet, akkor legyen az preparátor. Szóval valahogy el kell vinni a trófeát a preparátorhoz, és azért az óriás ölők rendjének a tagjai kitaláltak egy ilyen speciális szállítóeszközt. Mármint ezt. Ez alapvetően egy ilyen hatalmas szállító kocsi, amit a legmagasabb minőségben hoztak létre, a legellenállóbb komponensekből, vagy alapanyagokból. Masszív kerekei vannak, amik még az ilyen egyenetlen talajon is simán elmennek. Főleg, hogyha egy olyan vadállat húzza, mint ez az ország. És egyébként a tulajdonságaiból adódóan bármilyen átláthatatlan, vagy átjárhatatlan, meg benőtt, meg mindenféle területen simán átmegy. Szóval nem baj, hogyha letérnek róla, vele az útról, simán elhal. Ez ilyen off-road vehicle. Ez átmegy mindenen, így van. Úgy bizony. Hát tökéletesen illik az eddigi koncepció. Mondom, ez egy nagyon jól összerakott csomag abból a szempontból, hogy minden beleillik a témába megint. De mostanában egyébként ilyenek vannak. Hogy minden eleme nem igen össze-vissza összerakott, hanem minden eleme illik az adott témába. És akkor a Freehold Skin, ami nyilván mi más lehetne, mint egy full koponyákkal telerakott, szintén tüskés kis kaiba, és hát nem is kaiba, inkább a kőből van az alapja. Itt egy küklósz koponya. Ez nem tudom, ez valami óriás majom, vagy nem tudom, mi lehet ez. Ez az óriás ölőknek a kunyhója. Vagy mededékháza, vagy bárhogy is hívja. Hát, na. Szóval. A leírás szerint a vadászok élete nem csak a vadonban történő mászkálásból áll. Vannak olyan időszakok a vadászatok között, amikor az óriásölőknek pihenniük is kell, meg szórakozniuk, meg meséket mesélniük a többi vadásznak a nagy tetteikről, vagy meghallgatni a többi vadász nagy tetteit. Többen álmodoznak arról, hogy egy ilyen közösségi gyülekező helyet készítenek, amiben együtt van az étkező helyiség, a hogy hívják ezt a kincstár, meg egy ilyen kocsma rész. A vassas az nem. Az, hát nem vas, hanem fém, de nem miért, az is illik, hát elmagyaráztak, hogy miért. De arra nem raktak tüskéket, az igaz. Szóval egy olyan kocsmára, ami nyitva áll minden óriás ölő előtt, és ezen a helyen a hatalmas trófeákat, meg a híres tárgyakat kirakhatják, hogy bemutassák a többi hunternek, hogy micsoda a legendás képességű vadászok, meg mekkora egójuk. Például egy ritka fehér oloszlán feje egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen felfüggesztő, azt nem tudom, nem szeretem az ilyen kikészített állat dolgokat, úgyhogy nem tudom, mi a neve annak a táblának, mire felszokták rakni, mit tudom én, a szarvas fejeket, meg ilyeneket.
Na mindegy, szóval egy ilyen felfüggesztett fehér oroszlán fej, vagy egy egy küklopsznak a kiszedett szeme, vagy egy összerakott Grand Bugli matriarsnak a koponyája. A Grand Bugli az valami, fogalmam sincs, mi lehet, az valami mitikus lény, amiről amiről az óriás lők többség azt mondja, hogy nem is létezik, csak a legendákban. Szóval minden óriás lő szeretne egy ilyen saját helyet, ahol mindezt megkapja, plusz ki tudja rakni a saját kis dolgait. Hát igen. Azt tudom, hogy a Lotróban volt olyan, hogy ugye a klánházaknál ki lehetett rakni a rédeken szerzett ilyen trófeákat, mit tudom én, a barog cuccot, kardját, meg a satöbbit. Azok tök jól néztek ki. Tehát ott a házban is lehetett, meg a ház körül a kert részen is lehetett, és mondjuk például a lényeknél úgy mentél, és akkor ott volt a barog kardja, meg a, volt valamilyen, nem is tudom, amik voltak, de egy csomó volt. Meg voltak ilyen, az, amit az előbb mondtam, ezek a táblára felragasztott, vagy felrakott ilyen fejek, azokat be a házba, meg mindenféle, szóval. Ezek jó dolgok egyébként, hogy ki lehet pakolni a trófeákat. És a végén már nem csak a klánházban volt ugye például a barokkart, hanem mindenkinek volt saját barokkart, aki rédelt. Szóval. Szóval ezek jó dolgok, hogy lesznek ilyenek, de ez a ház ez konkrétan úgy néz ki, mintha már lenne egy ilyen küklopsz koponyád, meg mondom, ez valami majom szerintem, ez valami King Kong-szerűség. Egyébként is úgy néz ki innen oldalra. No. És akkor a csomagok, ugye az első, a legkisebb csomagban van benne ez a szokásos módon az accessory skin, vagyis hát a szigonymászó kötél egybeneg. Plusz a Beta 2 hozzáférés, 2 havi játékidő, 25 dollárnyi emberum, ugye, ami a játékbeli pénz lesz, amiből lehet skineket venni a shopban majd. Aztán a következő csomagban már benne van a gépsólyom. Szerintem jól néz ki ez a sólyom. Gondolkodom rajta, hogy kell. Csak az a baj, mert mondom, van egy ilyenem, ami élő, az is ilyen dupla szárnyú. És az él. Igaz, hogy nem piros a szeme, de tök hasonló ehhez, szóval nem tudom. Na, majd meglátjuk. Szóval a kettes számú csomagban ez van, ez a kettő skin, plusz ugye Beta 1, Beta 2, 4 havi játékidő, 50 dollárnyi ember, igen, meg a skinek. És akkor az Alpha 2-es csomagok közül a Voyager-ben van már a Rhinoceros Mount is, ugye Alpha 2, Beta 1, Beta 2, 6 havi játékidő, 100 dollárnyi ember, és akkor a legnagyobb Alpha 2-es csomagban, ami ugye annyiból különbözik az Alpha 1-estől, hogy egyrészt az összes skin benne van, plusz, ugye, Alpha 2, Beta 1, Beta 2, 9 havi játékidőt ad, 125 dollárnyi embert és a skineket. Ja, plusz névfoglalást, bocsánat, azt mindig elfelejtem. No, hát ez a csomag. Nekem a karakteremhez, de mondom, ez egy ilyen barbár típusú ork karakternek tökéletes, szerintem. Tökéletes téma, mert egyrészt teljesen jó koncepció így egyben. Tehát így összeillenek a dolgok. Másrészt pedig tényleg, hát biztos, hogy a modellek még ennél is jobban fognak kinézni, szóval ilyen impresszív látvány lehet majd, hogyha ez a karakter mászkál jobbra-balra ezen a kocsival, meg a mántjával, stb. Sajnos nekem nem lesz ilyen karakterem, szóval nekem nem jó, de simán fel lehet húzni erre egy karakter szerintem. Mármint így látványilag. Egyedül a gépsólyomon gondolkodom, de majd meglátjuk, mert tényleg van egy hasonlóm, sőt van egy másik sólyom is, aminek nem 4 szárnya van, csak 2, de most azért 3 sólyom van, mit kezdjek, úgyse lehet egyszerre mind a 3 elő, szóval. Na, nem kell 3 sólyom szerintem. De jó, szerintem nagyon jól fog kinézni, mert valószínűleg ez egy ilyen részhatású vagy bronzos valami lesz, plusz világítani fog a szeme, és szerintem iszonyat jó modellje lesz, és valami hang is valószínűleg járul majd ahhoz, ahogy repked, szerintem. Úgyhogy igazán érdekel, hogy fog kinézni, és biztos, ha nem kell, akkor majd a fejemet verem a falba, hogy miért nem, amikor meglátom a modelljét, de hát majd meglátjuk.
Én biztos, hogy megnézem, hogy mi lesz a következő haviban, és akkor utána eldöntöm. Vagy így október elején, vagy 10-én, 11-én, amikor lesz a... Amikor lesz a... Bemutatják a váltást. No, ezek lettek volna a skinek, és akkor nézzük a híreket. Hát hírek nem voltak, mert annyira rá van mindenki készülve a holnapi streamre, a Ranger bemutatóra, hogy igazából nézzük a Twitterjüket, ugye ez volt a... Ez nem az. Tegnap az utolsó tweet, ami a témával foglalkozik, és ugye itt is azt hype-olják, hogy valami különlegeset fognak mutogatni holnap. Nyilván a Ranger, mert ugye minden arról szól most. És akkor erről a témáról volt több tweet is ugye a hónapban, ugye, meg közben ugye promózták a skineket, például a Solymot, meg a Velun konceptártot, ugye, amit már láttunk múltkor a hivatalos streamben, ugye a szokásos álláshirdetések, ugye itt jelentették be, hogy holnap lesz a stream, ugye a szokásos Fan Friday, erre csinálom, ugye a Fan Friday-re csinálom az asszaszinos képet, ugye itt a fórumon van egy topik, ahol be lehet küldeni a munkákat, és akkor azt szeretném, hogy majd, ha jó lesz, akkor beküldöm. Aztán, hogyha esetleg kiválasztják, akkor nagyon fogok körül. És akkor ugye be fogják ide rakni, meg a streambe is valamikor. Nem vadálkodunk a fórumon. A fórumon nem vadálkodunk. Dev Discussion hirdetés. Riverlands promo. Ugye ez már több. Két streamel ezelőtt volt, vagy három streamel ezelőtt. Akkor megint a skin promo, akkor ugye a Nikola promo, konceptárt bemutató, vagy emlékeztető. A szokásos ilyen kis apróságok, hogy ilyen mindenféle, legyen ma a Happy Talk, Like a Pirate Day, meg hasonló, kitalálnak ki mindenféle napokat, hogy most ez van. Ilyen kis szórakoztató dolgok, akkor megint skin promo, és akkor ugye a Steven, még a Steven is promózta a Rangert mikor szeptember 17-én, hogy két hét múlva jön az élő stream, és hogy készen állunk-e, azt berakott hozzá egy tök jó kinéző, hát ez tudja, hogy elf íjat, vagy íj modellt, ez tudja, hogy elf, méghozzá Empyrean elf, tuti fix. Tehát gyakorlatilag az egész hónap arról szól, hogy a szokásos skin, meg Fan Friday, meg álláshirdetés, meg egyéb emlékeztető, meg visszatekintő posztok mellett promózták a Rangert. Tehát holnap vagy nagyot durrantanak a Rangerrel, vagy nem tudom mi lesz, de roppant kíváncsi vagyok. Roppant kíváncsi vagyok, egyrészt ugye azért, mert nekem az elsődleges klassz célom a Ranger. Tehát ugye alapesetben minden játékban az a default, hogy Ranger leszek, aztán hogyha nagyon nem jön be, vagy valami más is nagyon tetszik, akkor esetleg azt is megpróbálom, de a Ranger az a default nálam. Úgyhogy ez jobbkor nem is jöhetett volna, mert a Rangernek eredetileg már benne kellett volna lenni az Alpha 1-ben tavaly. De aztán nem volt benne, ugye az Alpha 1-ben volt a Cleric, a Mage, meg a Warrior. Meg még egy volt. Mi volt még? Várjál, már is felejtettem, te jó ég. Szerintem négy klassz volt, nem? Négy klassz volt. Na mindegy. Szóval a Rangernek is benne kellett volna, de a Ranger nem volt benne, mert nem készültek el vele, illetve így volt a játék az Alpha 1-ben, de valami óriási bugot okozott, hogy ha ilyet használtál, akkor kifagyott tőle az egész kliens. Úgyhogy gyakorlatilag azt hiszem második napon vagy a harmadik napon kivették az íjakat a játékból, és nem volt az alfaiben íj sem már utána. Tehát így a ranged harc az gyakorlatilag kimerült a Harry Potteres pálcikában, vagy pálcában, meg ugye az ilyen, hogy hívják, varázslatokban, amik ugye távolságiak voltak. Tehát fegyveres távolsági harc nem volt. Ugye egyrészt ezért érdekel sokakat, hogy milyen a ranged harc fegyverről, hát meg engem konkrétan a klassz érdekel, mert ez az elsőleges célom, aztán remélem, hogy nem szúrják el, de hát nagyon hype-olják, szóval írtó kíváncsi vagyok. Nagyjából holnap este 8-kor ki fog derülni, hogy mit raktak össze. Aztán meglátjuk.
remélem ilyen állásos dolog lesz, és nagyon be fog jönni. Tehát nyilván igazából látványra az egy dolog, de majd ki kell próbálni az Alfa 2-ben, hogy milyen. És az lesz az igazi, hogy az jó legyen. Hát igazából, ha lőni lehet vele, meg eltalálja az izét, akkor már jó. Nagyjából. Úgyhogy ezért nincsenek nagyon hírek ebben a hónapban, mert nem voltak hírek, mert a Ranger-t hype-olták, vagy pedig csöndben voltak és dolgoztak rajta. Mi egyébként tök jó. Hát azok is jönnek majd, bár nem most fognak jönni. Hát most ugye az alapklassz a Ranger, és az mondom nem volt meg az Alfa 1-re, tehát most lesz ezzel meg az alapklasszok. Most lesznek meg. A tank, harcos, tankfighter volt, cleric, mage, meg most a ranger. Tehát ez az öt alapklassz. Ugye a tank, a close DPS, a varázsló, a healer, meg a ranger DPS, azok most lesznek meg. Nem, azok már nem alapok, azok már extrák. Azok supportok, meg hasonlók. Ez az öt alapklassz, ez most lesz meg, aminek ugye már az alfa 1-ben meg kellett volna, de sajnos a ranger nem készült el arra. Hát nyilván 5 megvan a 8-ból, a Ranger megvan, és akkor még hozzá kell rakni a többit, a másik 3-at, és akkor utána már lehet kevergetni őket. Akkor már csak finom hangolás van, hogy mit, hogyan, mi, hogyan hat mire, meg melyik skill hogyan változik, hogyha ezt összerakod azzal, meg azt összerakod ezzel, aztán meglátjuk, de az alapklassz, tehát az alapverziók legyenek meg, és akkor kés. Szia szóló! Lesz egy külön nyílfogyó eszköz, és utána össze lehet eszel... igen. Most gondolkodom, hogy volt-e olyan MMO, ahol nézni kellett, hogy kifogy a nyíl, de szerintem volt. De melyik volt az? Szerintem volt olyan, ahol nyilakat kellett venni. A Black Desertben talán, de nem biztos. Valamikben volt olyan, hogy kifogyott a nyilam. És nem tudtam lőni. WoW-nál volt? Nem WoW-oztam, azt nem tudom. Csak ilyen minimál WoW-ozásom volt, hogy kipróbáltam, azt nem tetszett. De akkor WoW-nál volt, akkor igen, sokaknál, mint például. Nekem a Black Desert Trailing, de lehet, hogy nem. Meg talán a Rift, de nem, a Riftben nem. Azért nem olyan soknál szerintem, azért ez nem annyira elterjedt, hogy van külön izé. De Death Cross-ban tuti nincsen. Final Fantasy-ben sincsen. Lotro-ban. Szerintem a Lotro-ban nem volt. Az nem rémlik, hogy ott lett volna. Aztán lehet, hogy volt. Régen játszottam a Lotro-val, pedig igaz, hogy sokat játszottam vele, de nagyon régen. De szerintem ott nem volt. Na mindegy. Nem tudom, ez egy jó kérdés egyébként. Igen, de mondjuk ugye gold szintnek meg jó. Meg ugye a craftereknek jó. Összeszedést te sehol nem láttam, az igen. Az MMO-ban még sose láttam, hogy össze lehet szedni. De olyan már volt biztos, hogy kellett számolni, hogy mennyi van. Várj, az Aionban is, nem? X-Mix, éppen múltkor beszéltünk az Aionnal veled talán, nem? Az Aionban olyan volt, hogy kifogyott, vagy nem? A fenében úgy nem szeretem, amikor tudom, hogy láttam valahol, csak nem jut eszembe, hogy hol. Az Aionban szerintem úgy volt, hogy kifogyott a nyilad. Legalábbis az eredetileg biztos. Vagy valószínű. Szóval abból a szempontból, hogy gold sync, meg a craftereknek jó, mert ugye folyamatosan kell gyártani nyilakat, meg stb., hogy legyen utánpótlás, arra oké, de bejátszani nem szeretem, mert mindig akkor fogy ki, amikor nem kéne. Nyilván, egyértelmű. Tehát az macerásabb, de értem a logikáját, hogy miért van, hogyha van, de nem tudom, hogy itt hogy lesz. Fogalmam sincs. Lehet, hogy holnap majd beszélnek róla, vagy fel lehet tenni kérdésben esetleg. Úgyhogy... Szerinted lesz? Hát meglátjuk. Meglátjuk. Érdekes kérdés. Tök jó kérdés szerintem. Igazából nem is gondoltam még erre. Most kíváncsi vagy is lettem, hogy mi lesz, hogy lesz. Mert nem mindegy. Az biztos, hogy nem mindegy. Aztán az, hogy ez hogy hat a javítási költségre, azt nem tudom, mert oké, hogy a nyilakat nem kell javítani, de az íjat meg a páncét meg a sorokat biztos, hogy kell.
Biztos, hogy lesz többféle... biztos, hogy lesz többféle nyilvessző. Azt tuti szerintem. Valószínűleg kraftolható mindenféle, mit tudom én, tüzes, meg hasonlók, hogy rá lehet tenni effektet, vagy akármi. Vagy ugye, hogyha Ranger mellé, mit tudom én, választasz valami sorcit, és akkor ilyen tűz, meg fagy, meg stb. Effekteket ráraksz, meg mondjuk mérget esetleg valami potival. Tehát, na, szóval érted, az biztos, hogy lesz. De, nagyon jó kérdés volt szóló. Nem tudom, hogy hogy lesz. Ez több, akkor nem egyet kell venni. Hát nyilván. Mondjuk biztos, hogy mondjuk az RP-zőknek sokat dobna rajta, hogyha többféle lenne így. Meg hogyha ha figyelni kéne, hogy hány darab van, meg mondjuk össze le is lehetne szedni, bár szerintem az nem lesz, hogy össze lehessen szedni. Illetve melyik játékban szokott az lenni olykor, hogy találsz benne? Hogy hívják benne, amit játszottam a Generation Zero-ban volt olyan, hogy ugye ott ugye nyilván puskák voltak meg hasonlók, hogy lőttem, és akkor olykor a kinyifantott ellenfélben volt egy-két olyan lőszer, mint amit használtam, és akkor egy pár visszajött. Maximum így tudom elképzelni azt szóló, hogy összeszedett idézőjelben, hogy esetleg a lootban van egy-két nyilvessző, de még az sem biztos. Nem tudom. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek holnap a streamre. Ja, a lootban, oké. Hát úgy szerintem lehet. Aztán majd meglátjuk. Hogyha fogyóeszköz lesz, és mindig utánpótlást kell keresni, meg gyártani, meg venni, akkor biztos, hogy lesz lootban is. Szerintem egy-kettőt beleraknak. Mert az mondjuk úgy érezszerű, hogy lelőd, lenyilazod az akármit, és akkor utána, amit még használható nyíl, azt kiveszed belőle. Kiszed a mit tudom, páncéljából vagyok el. Ezt könnyen el tudom képzelni. Nem tudom, nagyon jó kérdés, komolyan, most már nagyon érdekel, hogy melyik megoldást követik majd. De az is lehet, hogy berakják az egyiket, és akkor megnézik a teszten, aztán ha nem tetszik mindenkinek, vagy sokaknak nem tetszik, akkor berakják a másikat. Minél magasabb a skill, annál kevesebb lehet. Simán lehet. Minél magasabb a skill, annál több nyilat nyersz vissza. Simán. De mondom, szerintem ennek akkor van értelme, hogyha hogy jó eszköz a nyíl. Hogyha végtelen, akkor ennek semmi értelme. Akkor gyakorlatilag tök mindegy, akkor nem kell ezt berakni. Ugye már. Esetleg az ilyen extrákat, de szerintem azt megmondom, hogy fogják megoldani, hogy augmentálható a nyíl valamilyen, mit tudom, akármilyen sorci skill-el, vagy akármivel, potival. És akkor meg ugye azért nem, mert alapvetően egy normális nyíl, csak át van alakítva. Nem úgy, hogy összeszedett, hanem lootban benne van, érted? Tehát az sem eddig nem tudod, hogy a skillhez, skillet szintjéhez mértan a loot táblába beletegyék, hogy mit tudom én, x eséllyel esik 1-2-3-4 nyíl, érted? A sima megoldható. Tehát az nem nagy cucc. Csak kérdés, hogy van-e értelme akkor, hogyha végtelen mennyiségű, tehát ha nem számít, hogy hányat lősz ki, mert akkor nincs. Ha meg viszont menni kell, akkor meg van. Nyílpuska hasonlók használható, viszont a végtelen teged... igen, ugye... Azért mondom, a lore értelméből, meg úgy technikailag sok értelme lenne annak, hogy nem lenne végtelen, de macera. Az biztos, hogy macera. Macera ugye, mert figyelni kell, hogy mennyi van nálad, meg mindig venni, meg gyártani. Tehát szerintem egy csomó jó oldala van, hogyha ilyesmit beleraknak, meg van azért pár nem olyan jó oldala is. De lehet, hogy több a jó oldala egyébként. Most, ha így mindent beleszámolok. Izgalmasabb, figyelni kell, venni kell, holcink, gyártani kell, craftereknek jó, alapanyagokat kell hozzá szerezni, ez a gyűjtögetőknek jó. Meg ugye az egész ugye komolyabbá teszi azt, hogy te ranged harcos vagy. Nem csak így lövöldözöl bele, mint a annál 8 millió akármi, és akkor sose vagy el. Craftolásra mi nem tud semmit. De nyilván lesz olyan szakma, ami ízéket gyárt, nyilakat, meg ilyesmit, szóval hely az lenne. Csak meglátjuk. Meglátjuk, de tényleg jó kérdés volt.
és fontos. Nagyon érdekel, hogy alapvetően melyik, melyiket próbálják be először, és akkor mi lesz belőle a teszt alatt. Ha, tök jó. És majd ugye azt is el kell dönteni, hogy melyik szakmát hozzuk. Mert ugye nem lehetsz mindenben profi. Magasabb szinten, amikor már speciál, így van. Hát mondom, nem tudom, hogy a... Hogyha végtelen, akkor szerintem nem lesznek ilyen spéci nyilak. Akkor max a hatás, amit rá lehet pakolni, tehát a poti az lesz ilyen spéci. Szerintem. De látod, ez megint arra felé mutat, hogy sokkal több értelme lenne annak, hogyha nem lenne végtelen, hanem vásárolni kellene, meg figyelni, meg venni. Mert fogyóeszköz lenne, mert akkor lehetne olyanokat gyártani, ami spéci. És akkor azért azt abba is tudnál venni. Most megint majdnem... Tudja, hogy volt olyan MMO, amiben lehetett venni külön ilyen nyilakat, meg ezüst helyű nyilat, vagy most mondok valamit csak, tehát többféle típusú nyilat lehetett venni, és cserélgettem, hogy ez a vasnyíl az erősebb, mint az, nem, az gyengébb, mint az acélnyíl, melyikben volt ez? Úgyhogy az olyan volt, nem tudom, mindegy. Tudom, hogy cserélgettem a típusokat, melyik a jobb. Volt a vas, az acél, nem is tudom, mi jött utána. Vagy fával kezdte, nem tudom már. Meglátjuk. Egyre nézzük meg, hogy holnap mit mutatnak, aztán lehet, hogy ott rátérnek erre a kérdésre is, mert tényleg nem mindig. Ha meg nem, akkor meg majd vagy feltesszük a kérdésben a fórumon, vagy meglátjuk a teszten. Ilyesmi. Na. Egyébként valószínűleg megint az lesz, hogy én kilépek a streamből, és utána egy 5 perccel jön valami teaser, amit le tudnék most nyomni, de még nincsen. Úgyhogy lehet, hogy nyomnak valami teasert még a mai nap során, de majd meglátjuk. Hát nem baj, akkor holnap a stream elején megnézzük gyorsan. Úgyis mindig egy pár perccel korábban kezdem el, mint 8 óra. Azért ránézek a Twitterre. Szia Sean! Üdv nálunk! Látom, első alkalommal vagy itt. Off Classicban hátszereknek is többfajta lőszerek volt, úgy emlékszem. Lehet! Tudni, hogy volt ilyen MMO, az biztos, mert emlékszem rá, hogy vettem különböző minőségű nyilakat. És tudtam, hogyha fejleszteni kellett a skillt, hogy tudjam használni a jobbat. Vagy lehet, hogy az Arcage-ben volt? Először csak így ilyen gyengusabbat tudtam venni, vagy hát használni, megvehettem volna másikat is, de nem felesleges lett volna. És utána egyre jobb lett, ahogy fejlődtem. De az Arcage volt, várjál. Nem is az olyan, hanem az Arcage. Ho-ho, szerintem. Na de mégis teljesen mindegy, mert tudja, hogy volt már ilyen, és simán lehet, hogy itt is lesz. Ugye a WoW-ot sajnos nem tudom, mert nem voltam. Jaj, de jó! Igazából most, hogy így beszélgetünk róla, lehet, hogy jobb, tényleg jobb lenne, hogyha hogy jó eszköz lenne, mert egy csomó más lehetőség is lenne hozzá. Mint craftolás szempontjából, mint pedig ilyen mit használják szempontjából. Meg mondjuk akkor ugye a csatákban is különböző mechanikákat, meg boss taktikákat lehetne arra építeni, hogy éppen milyen nyilat használsz. Úgyhogy sokkal több értelme lenne játéktechnikailag annak, hogy nem végtelen. És akkor le van rendezve, hogy tyú-tyú-tyú. Ja, én meg majdnem mindig az vagyok, úgyhogy tényleg érdekel a kérdés. De jó szóló, hogy megkérdezted, tök jó. Ezen fogok agyalni egész este. Szerintem. Na hát kíváncsi leszek, hogy mondanak-e róla holnap valamit. Ugye stream közben nem fogom tudni megkérdezni, de majd a Klános Discordon biztos, hogy megkérdezek egy-két emberkét, hogy szerintük hogyan lesz az infók alapján, amit holnap mondanak, meg körbenézek a fórumon, aztán esetleg megkérdezem majd ott, ha nem lesz róla semmi. Aztán akkor majd beírom Discordra, vagy megbeszéljük valamelyik streamen. Tök jó, szuper. Pizubi. Micsoda lehetőség.
Hát képzeld el, X-Mix, nekem az első MMO az a Lotro volt, és ott nyilván mit kezdtem? Huntert, az az IS. És az Hunter az olyan durva volt, hogy gyakorlatilag ilyen darálógép, gyilkológép, és akkor jött az első patch, és úgy lenerfelték, hogy úristen. Sok volt a Hunter utána, mert nem volt olyan sok a Hunter, nagyon gyenge lett, hát ja, gyenge lett. Ahhoz képest, amilyen volt, borzasztóan gyenge lett, és ugye eltartott egy pár patchig, amíg valahogy, hát jó, észrevették, hogy hát azért ez túlzás volt, de nagyon szívott a Hunter a Lotroban. Úgyhogy nem mindig OP, ami mindig OP, az a varázsló. A varázslók mindig OP, főleg az ilyen keleti MMO-kban. Az ilyen koreaiakban a varázsló az mindig, ha ott varázsló akarsz lenni, akkor jó, mert ha OP akarsz lenni, akkor varázsló legyen. De a Hunter az sajnos, és hát az IS az nem mindig az. Vagy sokszor nem az. Atalasz, hello, hello! És MMO toltad. Hát nem baj az. Én igazából rendesen, én sem olyan sokba belenéztem, de amivel hosszan játszottam, az volt a Lotro, ami volt hát 4 év. Nem tudom mennyi. Az Arcade is volt egy, amíg el nem cseszték a Thunderbolt, vagy Thunder akármi fával a shopban. Aztán a Rift-tel is toltam egy ideig, de az se volt annyira hosszú. Meg hát ugye a Final Fantasy nyilván abba kibemászkálok, hol játszok vele, hol nem. Volt az S-Vator, amivel hosszabb ideig még esetleg. Aztán igazából, de többet megnéztem. Attól függött, hogy milyen fegyvered volt, az volt a WoW-ban, ugye? De az nem az, amiről beszéltünk, mert ugye mi azt mondtuk, hogy többféle nyíl. De ott akkor a fegyvertípushoz volt. Nyilván itt, hogyha puska nem lesz mondjuk szerintem, de crossbow az lehet, hogy lesz. Ott nyilván nem olyan nyílat fogunk használni a crossbowhoz, mint a simához. Az biztos. Ilyen szerintem belül, hogy általában a pet is lehet tank, lehet dép. Azt nem tudom, hogy itt lesz-e petje a díjásznak. Mert ugye ott lesz a summoner. Nagyon mágikus játékokban spirit based. Igen, az a GV2-ben. GV2-ben van petje a Hunternek, ugye? Ha jól emlékszem. Ja, a GV2-ben is játszottam, igen. Az is hosszabb volt. A kis pati a igen, ahol petes, meg a WoW-ban is petes a Hunter, azt tudom, mert Hunter kezdtem, és macit? Milyen macit? Sítek. Milyen macit? Hol? Vagy most másról beszélsz. Szóval azt nem tudom, hogy a Ranger itt... Igen? Na várjál, milyen visszatekerek. Na most Stevennek a tweetjében van egy nyíl, egy bika, vagy mi ez? Meg ugye a vízcseppe. Ja, bika, igen. Ez egy bika akar lenni, szerintem legalábbis úgy tűnik, nekem legalábbis úgy tűnik, hogy ez egy bika. Ökör. Jó, bika, igen. De mondjuk az bika, az hogy jön ide? Na, érted? Na. Mi köze van az IS-nek a bikához? Ha? Lehet, hogy valami bika... Ja, tudom már! Tudod miért? Mert mondták múltkor a streamen, mikor bejelentették, hogy a Ranger lesz ebben a hónapban, hogy mivel fog megküzdeni a Ranger a minotaurusokkal, amiket múltkor mutattak. A bika az a minotaurusokkal lenni, nyilván máshogy nem tudta megmutatni. Bocsisson, mindjárt nézem, mit írtál. Értem, azoknak is volt több fajtájuk, a cintek, ez volt egy erősebb. Na. Az már az, amiről beszéltünk, igen, hogy tehát nyílból többféle típus van, és erősödik.
Szóval ez szerintem a Minotaur-szokra utal, mert ugye azokat múltkor megmutatták, és mondta akkor, hogy a Ranger-es streamben majd látjuk őket akció közben, tehát nyilván a Ranger egy olyannal fog küzdeni, vagy több olyannal, vagy ilyesmi. Úgyhogy szerintem ez azokra utal. Érdekes lesz! Az már duplán ismerő, egyrészt látjuk majd a Ranger-t, másrészt mozgás közben fogjuk látni a Minotaur-szokat, amiket ha a múltkori streamet láttátok, ha nem, akkor a YouTube-on fenn van a fordítósom. Iszonyatosan jól néztek ki azok a konceptátok. Szóval baromi jól tudnak kinézni a játékban is szerintem. Ugye lesen több típust is mutattak, mert mutatták a boss-t, mutatták a sámánt, mutatták a harcost, a rászögezett törpe csontival a pajzsán. Honnan tudod, hogy nem törpe ranger le? Egyébként nem csak igen, a páncélján voltak törpe koponyák, a pajzsán meg egy egész páncélos törpe csontváz a pajzsára szögezve a másiknak. Úgyhogy simán lehet egy törpe ilyen szakár, szerintem. Bár szerintem inkább, hát nem hiszem, hogy veki ilyász lesz szerintem, vagy emberi ilyász lesz, vagy valami elf. Szerintem, de majd meglátjuk. De azt tudja, hogy Minotaurusra utal, mert azok lesznek a Ranger ellenfelei is, vagy azok is lesznek, vagy csak az, nem tudom. Na. Opa! Várjál, frissítés, várjál, mindjárt megnézzük. Húha, most jól letekertem a francba. No, nézzük! Azt mondja, hogy egy ellenséges ranger áll közted és a felfedezendő sivatag között. Mit teszel? Mind a ketten felkészültök a párbajra. Tyű! Na, mit csinálnak a videó? 46 másodperces videó. Oké, ez egy vélón szerintem. És lelőtte a végét. Mindjárt megnézzük még egyszer. Oké, sivatag. Ott megy a vélum páncélos. Ez ilyász, meg a másik, akinek a szamuráj páncélja van, de szerintem nem ork karakter. Vagy de? Nem, az is ember szerintem. Ha mondjuk ilyenkor már, na. Egy kicsit le van lassítva szerintem. Na! Úgyú! Na, melyikre szavazzunk? Lőjünk csak, vagy először célozzuk be rendesen? Hát, szerintem célozzuk be rendesen, nem? De akkor lehet, hogy közben lő, de akkor is. Lehet, hogy mellé lő. Akkodni nem jó sose. Az legyen, nem? Kérdezzük be rendesen. Úgy látom, a többség... Ah, run. Na, szóval úgy látom, hogy a többség arra gondolt, hogy az mellett van, hogy először célozzuk benne. Akkor most nézzük technikailag a videót. Hogy feszíti meg az íjat? Az jól néz ki, vagy nem? Ahogy tartja, az oké. Okay. Az úgy tetszik. A nyíl rajta van az íjon. Akkor előveszi az íjat, a nyilat. Akkor, hát, és nem néz ki rosszul, ahogy megfeszíti. Karja is jól van tartva, a testtartása is jó, mert ugye oldalra fordul, meg minden. Eddig jó az animáció szerintem. Meglátjuk holnap. Igen, azok furán néznek ki. Azt néztem én is, hogy furán görögnek ott.
Ja, itt ez egy valami homokvihar. Igen, azok az ördögszekerek inkább szikláknak tűnnek, mint ördögszekerek. De nem baj. Lesz ez még jobb is. Futás közben lesz jó. Ja, az másik pontos, hogy mozgás közben lehessen használni a skilleket, mert ha nem, akkor a szívás. Az nem jó, amikor az íjásznak hogy állnia kell egy helyben, és akkor ott lövöldöz mindegy kis bénakacsa. Az nem jó. Szóval futás közben jó lesz lőni, igen. Ha nem lesz futás közben lövés, az nem lesz jó. Ne. Majd a teszten jól elmondjuk, hogy dehogy nem, futás közben is akarunk lőni. Tényleg furák azok az ördögszekerek. Görögnek a sziklák. Puff, puff, puff. Vicces. Olyan, mint hogy valami szobordarabok görögnének, mint a... Jaj, mi volt annak a játéknak a neve? Na mindegy. Na, eddig jól néz ki egyébként a... Oké, fúj a szél, az oké. Csak... Na, nem jól néznek ki az ördögszekerek. Már jönnek a gifek. Úgy látom, valaki nagyítva kielemezte az izét. Ezzel mi a baja? Rosszul van, rossz helyre van téve, hogy ja, ott benne van az új, ja, hogy jól van, na hát Istenem, baszki. Írom ezeket az embereket. Te nyomi! Jó, oké, bósé, jó. Te kis, nagyon profi. Ez egy Alpha 2 előtti cucc, és így néz ki, jaj Istenem, bírom ezeket a fickókat. Oké, igaza van, de hát könyörgöm, nehezen akadjunk fel, amikor az ördögszekerek például sokkal rosszabbak. Egyrészt, másrészt meg Alpha 2 előtt áll az egész, jaj Istenem, te nyomi. Állva akkor nagyobb a sebzés, hogy nagyobb talán... Oké, legyen olyan skill, amit csenelezni kell, és nagyobbat sebez, és akkor ahhoz meg kell állni. De ne sok, és ne kelljen 5 másodpercig csenelezni, és ne minden skill-jel legyen, mert az nagyon nem jó, amikor futás közben nem lehet lőni a nyíllal. Vagy az íjjal. Szerintem legalábbis. Sose szerettem. Pedig volt olyan is, hogy a ranger, vagy az íj ezt nem tudott futás közben lőni, és mindig meg kell találni. Őhahaj. Sokkal jobb, amikor futsz és lősz, futsz és lősz. Szólni kell. Igen. No, hát csak megjött akkor valami kis update. Sokat beszéltem közben, aztán kiadták korábban, mert múltkor is 8 körül adták ki. Most meg 7 körül. Jó lesz ez, remélem. Aztán jöhet már az Alpha 2. Várfalonási... Jó, de az a speciális esette. Ott nem fogok rohangálni nyilván. Ostrom alatt. Bár mondjuk nyilván ott is változtatom a helyemet, de... Úgy érted, hogy magán a terepen... Nem, de érted a koncepciót, na, a telasz, na. Nem, ez nem egy valóságszimulátor. Meg túlélő valóságszimulátor. Nem próbáltam, már próbáltam lőni, hát elég nehéz volt kihúzni is, meg mondjuk a célzás is elég nehéz volt. Eltaláltam a táblát, de nyilván nem a közepén. Utás közben nem próbált. Nyilván nem vagyok ilyen. Hát, na. De egyébként vannak ezek a lovasi jelszak, akik mondjuk nyarkal a ló, és akkor úgy lőnek célpontokra, meg minden. Hát az, hogy lesz-e automatikus célzás, az ugye attól is függ, hogy milyen típusú lesz a harc, mert ugye a top targetes harcnál gyakorlatilag kitabolod az ellenfelet, és akkor arra lősz. Az akcióharcnál meg ugye neked kell céloznod. Hát még nem tudjuk, hogy merre felé megy el a harc, hogy vegyes lesz, vagy csak az egyik, vagy csak a másik. Úgyhogy ez attól függ. Majd. Ez megint ki fog derülni az Alpha 2-ben. Igazából. Na jól van. Hát akkor elcsíptük az update-et, vagy a és a teasert, és akkor holnap este 8-kor jön a Rangeres hivatalos stream,
amire mindenkit szeretettel várjuk a streamfordításban. Reméljük, hogy leesett állal fogjuk abba hagyni a streamnézést, meg a fordítást. Nyilván is lesz aim assist. Igen, azon van. Mágikusan rámegy a helyre, ahol kell menni, ugye azt mondtuk is. Mágikusan vezérelt szigony mászókötél. Hát csak nem lesz ilyen. Meglátjuk. Attól kettes lesz, akkor meg is tök mindegy. Na jó, megyek cicókozni, és akkor holnap remélem tudtok jönni, hogy minél többen jöttök, és akkor közösen megnézzük a Ranger-t. Juhú! Remélem a Twitch nem fog szórakozni, mint tegnap. Mert ha igen, akkor leteszem a hajam, az biztos, az 1000%. Remélem, hogy te sem fog szórakozni. Úgyhogy igen. No, várlak benneteket holnap 8-ra. Egy pár perccel korábban elkezdem majd megint, ahogy szoktam. Nem sokkal korábban, mert az felesleges. Kivéve, hogyha kijön valami esetleg olyan hír vagy info, amit mondjuk így érdemes megmutatni előtte. De mivel ezt most kiadták, nem hiszem, hogy lesz. De majd meglátjuk. De hogyha lesz, akkor is, mit tudom, egy ilyen maximum ilyen 3-8 körül, vagy még egy 50-kor kb, mert gyorsan meg lehet mutatni igazából. Úgyhogy ilyen 3-8-8 körül jövünk. Discord közvetítés lehet, igazad van, bár azt, hát akkor azt hogyan veszem föl? Hát lehet, hogy meg tudnám oldani, hogy felvegyem az OBS-sel még külön. Hát ne gondolkodjunk ilyenekben, mert akkor csak az ördögöt festik a falra. Jó? Aztán meglátjuk. No, gyertek holnap is. Addig is sziasztok és kellemes pénteket, meg mai estét is. Drukkoljatok a Rangernek, hogy jó legyen. Sziasztok!